a Schönberger Dorf Musikanten zenekar leginkább magyarországi német hagyományőrző zenével foglalkozik. A térzene sorozatra is ilyen darabokkal készültek a közönségnek. Szerencsére sokan ellátogattak a hétvégi koncertjükre. A Schönberger Dorf Musikanten 2003-ban lett alapítva, tehát az elmúlt évben ünnepeltük a 20 éves jubileumunkat. Jelenleg 25-30 fő közti taglétszámunk van, itt a szereplésen most 21-en voltunk csak. A korosztály az egy ilyen, hát általános iskola végétől egészen felnőtt korig vannak tagjaink. Első körben magyarországi német zenéket játszunk, de egyre jobban mi is igyekszünk ez a bőmismérés, tehát a csemorva a zenevilágból zenéket szerezni, ugyanis az sokkal jobban közönségbarátabb, sokkal jobban meg lehet mozgatni a közönséget ezekkel a számokkal. Természetesen a magyarországi németek is gyönyörűek, szeretjük őket játszani, közönség is szereti, de a közönségnek is kell játszanunk. A zenekar javarészt fiatalokból áll, akiknek fontos a magyarországi németek népdalkincse. Az együttes fennállása óta számtalan sikerre tett szert. A januárban megrendezett magyarországi németek országos gáláján is színpadra állhattak Budapesten a kongresszusi központban. A 20 év alatt rengeteg szereplésünk volt, sok rengeteg sikerrel nagyon jól szerepeltünk. A Landesrat által kiírt versenyeken többször is részt vettünk, kiemelt arany és arany minősítéseket értünk el. Az előző évben az országos versenyre is eljutottunk, Csolnokra, és ott pedig, mivel nem osztanak már első-második helyet, illetve minősítést, hanem az országos gálára kaptunk meghívást szerepelni, és akkor az azért egy elég nagy megtiszteltetés ott szerepelni. A fiatalok számára kiemelten fontos, hogy egy ilyen összetartó közösség tagjai legyenek. Blum Zsanett elmondta, a zenekar tagjai nem csak próbák alatt találkoznak, hanem más közös programokat is szerveznek. Véleménye szerint ez nagyon fontos. A zenekar azért nagyon jó, meg a közösség is, mert rengeteg időt töltünk együtt a zenekarba, a próbákon, fellépéseken és azon kívül is, és ez nagyon is meglátszik a csapatnak az összetartásán, hogy együtt megyünk nyaralni, együtt megyünk különböző eseményekre, és ezzel is csak közelebb kerülnek a tagok egymáshoz. A Lénau Ház egész augusztusban várja az érdeklődőket a térzene sorozatra. Minden vasárnap más és más magyarországi német zenekarral találkozhat a közönség. A szervezők a hagyományok továbbadása érdekében szeretnék a programsorozatot a következő években is megrendezni.